idő, akár nézem az 500 évvel ezelőtti könyveket is, mindig üzen a könyveken keresztül. Nem véletlenül választottam mottójául ennek a idei könyvünnep beköszöntőjének azt a Babits verset, amely az első könyvünnepre íródott, ahol azt írja a kérdésre, hogy mi számára a könyv, hogy öröklött nagy varázs, holtak idézője, messze nemzedékek egymáshoz fűzője, mert csak a könyv kapcsol múltat a jövőbe, ivadék lelkeket egy nemzetté szőve. Éppen egy 500 évvel ezelőtt megjelent könyvből Rotterdami Erasmus a Keresztény Fejedelem Neveltetése című könyvéből egy aktuális passzust hagyosszak meg önökkel. Azok által, akik háborúkat viselnek, mármint egymással, keresztény országok, könnyen megtörténhet, hogy mi hamarabb lesüllyedünk a török színvonalára, mint ők keresztényekké válnának. Első teendőnk tehát a következő. Legyünk igaz keresztények, ha aztán úgy látjuk jónak, támadjuk meg a törököt. Hát azt hiszem, itt Szent István szobránál és a Mátyás templom tövében ennél aktuálisabb tanácsot a mai napon sem adhatunk magunknak, magyaroknak és egész Európának. Szeretnénk, hogyha Európa azt a kultúrát, azt a hagyományt, azt a keresztény műveltséget őrizné meg a 21. században, a 22. században, sőt még vagy 500 éven keresztül, amelyet elődeink megteremtettek. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és engedjék meg, hogy a hajdúság, a hajdúvárosok, a történelmi hajdúvárosok nevében őszintén megköszönjem azt a meghívást, azt a kedvességet, hogy az idei könyvünnepre bennünket, a hajdúkat hívtak meg. Amikor fölhívott a nyár folyamán polgármester úr, hogy a hajdúságot, bennünket szeretne meghívni, megkérdeztem, hogy köszönettel természetesen, de hogy miért pont bennünket. És akkor mondta, hogy egyrészt, mivel a könyvünnep az mindig a Buda visszafoglalásának ugye évfordulóján van, 330. évfordulóját ünnepeljük ennek a szép eseménynek, és ott ugye köztudomásúan a hajdúk igen jelentős szerepet játszottak. Az első zászlót is az egyik hajdú kapitány helyezte el itt a várfokon. Nos, tehát amikor ezt elmondta a polgármester, elkezdtem gondolkodni, hogy hogy is tudnánk mi itt részt venni. Természetesen azonnal igent mondtam a meghívásnak köszönettel, hogy hogyan is tudnánk itt részt venni. Egyszer azt már bizonyítottuk, pár száz évvel ezelőtt, de bizonyítottuk, hogy a harcban viszonylag a hajdúk, legalábbis őseink jeleskedtek. Talán valami más területen kellene bemutatkozni, és hát mivel könyvről van szó, kultúráról van szó, lehet, hogy ebbe az irányba kellene el mozdulnunk, és akkor úgy döntöttünk a kollégáinkkal, hogy elsősorban hajdú böszörményi kultúráját, a hajdúság, a hajdúk kultúráját hozzuk el önöknek. A könyv élményt nyújt. Ha belegondolunk a szóba, mert ez a magyar könyv ünnepe, ennek a gyöke az él, az élet. Egy életjelenség. Na most ez a bizonyos informatikai vagy információs társadalom, ami állandó információ robbanásban él, ez bizony nem élményeket akar nyújtani, hanem információkat, és az információknak az a közös tulajdonságuk, hogy abban a pillanatban, amikor keletkeztek, már el is avultak. Az élmény pedig holtig tartó benyomás az ember lelkében. Na most a könyv nagyon súlyos helyzetbe került ebben a gazdaságkori állapotában, mert elkapta a gazdaságkor pöndőgőze, és kiállította az utcasarokra. És ha nem termel elég hasznot, akkor elcsapja, és állít egy másikat az utcasarokra. Nem az irodalom szenved most ebben a világban, hanem maga az ember. Mi szenvedünk, kedves barátaim, egyenként is, családostul és egyébként is. És ennek az egész ügynek az a tétje, hogy helyre tudjuk-e állítani magunkat ebben a szórakoztató világban. Figyeljétek, a magyar nyelvet nagy tanító, ennek a szónak a szór a gyöke. Tudjuk, mit jelent. Szór, szétszór. Az ember sok ilyen szórakoztató művet
olvas, akkor szétszóródik a semmibe. És amikor az igazi irodalommal, igazi művészettel találkozunk, akkor erőt meríthetünk a múzsák csókjából, és ismét lehetünk Shakespeare, vagy Vörös Sándor, vagy Rudy Gyula barátai. Nincs más dolgunk, mint nyissuk meg a szívünket. Amivel én foglalkozom, az az írásbeliség öregapja, mert még leírt szó nem volt, mikor az emberek esténként már beszéddel bódították egymást, úgyhogy örvendek, hogy a kisöcsénkkel, az írásbeliséggel valamiféle kapcsolatot vehettem fel, mesemondó mestereim nevében is. Hát... mi egy ebet tehetnék, valami mesét mondanék el, de egy kazáni tatár találós kérdést nyilván fölteszek. Tatárokról beszélünk, azt gondolja mindenki, hogy tüzet gyújtanak, vért isznak. Na de ezt a találós kérdést ők őrizték meg, így szó. Kézzel vetegetik, szájjal aratgatják. Mi az? Kézzel vetegetik, szájjal aradgatják. Hát persze, hogy a könyv. Annyit aradtál le egy könyvből, amennyit becsukott könyv mellett tovább tudsz adni. Kézzel vetették, tatárnyelvben is, mint ahogy a betűvetést mi is ismerjük, míg leírtad, csak vetettél. Ott térül meg a munkád, mikor más már tovább tudja adni. Kézzel vetegetik, szájjal aratgatják.